Bene Sándorral, a Pusztai Róka lovas csapat vezetőjével a nyári táborokról beszélgettünk, hiszen a közösségi oldalon sok-sok élményről számoltak be a gyerekek. Augusztus második felében tartott lovas nomád életmód táborban nagy örömmel vettek részt a gyerekek és a tábor felügyelők is. Azt lehet mondani, hogy idén is nagyon nagy örömmel vettek részt a gyerekek, és hát nem csak a gyerekek, hanem mindig a tábor felügyelőknek is. Ez egy nagyon jó program, nagyon jó alkalom az ismerkedésre, illetve arra, hogy tanuljunk egymástól. És egyébként összességében minden évben egyetlen egy tábort szoktunk szervezni. Tehát van egy olyan célja is ennek a tábornak, hogy a Pusztai Róka csapatnak egy kis frissítést, utánpótlást igyekezzünk biztosítani, és általában ez szokott is sikerülni. Tehát jönnek olyan táborozók, akik ügyesek, talpra esettek, lelkesek, tisztelik a magyar hagyományainkat, és szeretnének itt maradni a csapatba, és utána ez egy sikeres együttműködésnek a kezdete. A táborban ősi nomád körülmények között voltak, jurtákban aludtak. A legfőbb program a lovaglás volt, tudásuknak megfelelően. Voltak kézműves foglalkozások, ének, tánctanítás, agyagozás, bőrözés és előadások kultúránkról. Igen, hát itt élünk a 21. században, de azért igyekszünk ősi nomád körülményeket biztosítani nekik, tehát a szállás az két jurtában van, egy kazak és egy mongol jurtában alszanak külön a fiúk és a lányok. Ezt nagyon élvezik, tehát ez egy olyan különleges dolog, amiben nem szokott nekik részük lenni soha. És hát nagyon sok program van, amivel igyekszünk a kultúránkat bemutatni a fiataloknak. Tehát a legfőbb program, ami legjobban vonzza őket, az természetesen mindig a lovaglás. Tehát minden este van 2-3 óra lovaglás, itt különböző csoportokat csinálunk, tehát vannak az egész picik, ilyen 10 év körüliek. Utána van a középső csoport, akik ilyen 12-14 évesek, és a nagyobbak, akiknek már egészen jó a lovas tudásuk, ők külön tudnak elég tevékenyen lovagolni. A lovagláson kívül nagyon sokféle program van még, kézműves foglalkozások vannak, a Nagyemese és a Gánóciferi szokott megtartani egy egész napos programot kézműves foglalkozásokkal, ének, tánctanítással, de a Merk Péter szobrász barátunk is meg szokott jelenni a táborba, ő agyagozó programot tart, illetve a feleségem szokott bőrözés programot tartani a gyerekeknek. Ezen kívül többféle előadást tartunk a kultúráról, akkor kikocsikázunk lovas szekérrel a pusztába, meg szoktuk nézni az őshonos állatokat kint, legelés közben a rackajuhokat, a magyar szürke marhákat, illetve kimenjünk a Kecskerítóhoz is, ahol pedig a helyi természeti értékekkel ismerkedhetnek meg, főképpen a madárvilággal. Illetve meg szoktuk tartani a szokásos lovasharci bemutatónkat is a gyerekeknek, ahol ők is kipróbálhatják a lovas birkózást, nagy örömükre mindig előjön belőlük a sok lendület, illetve a magyar virtus, tehát ezt jól látni rajtuk, és természetesen a sztyeppei lovasnomádok által használt fegyvereket, az íjat, a kelevészt, a kopját, szabját, a karikás ostort, mindent kipróbálhatnak a táborba. Az egy hét alatt az okostelefonok csak fotózásra voltak használva, és nem játékra. Esténként a tábortűznél beszélgettek, zenéltek, énekeltek citera kíséret mellett. Igyekszünk annyi programot biztosítani, hogy ne legyen idejük foglalkozni a virtuális világgal, de egyébként be is szoktuk tőlük szedni a telefont, hogy ne zavarja őket napközben, tehát ténylegesen figyeljenek a programokra és vegyenek részt rajta, de van olyan, hogy elfelejtik kikérni a telefont nap végén, mert akkor mindig vissza szoktuk adni, hogy beszéljenek a szülőkkel, ha szeretnének. De van olyan gyerek, aki nem szokta kikérni, vagy elfelejti, mert annyira jól érzi magát, és tényleg annyira sok program, hogy leköti a figyelmüket. Minden este egyébként a tábortűznél szoktunk beszélgetni, illetve zenélni, muzsikálni, énekelni. Tehát vannak a csapatban, akik ügyesen tudnak citerázni. A Fazekas Misi bácsi által megtanultuk többen a citerának a használatát, illetve vannak vonós
csapattársak is, tehát egy Prímás, egy Brácsás és egy Bőgős, ők pedig a Bíró Attilától, a Pipás zenekar vezetőjétől tanulták a muzsikálást.